Önök az MCC Podcastet hallgatják. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Matthias Corvinus Collegium podcastja. Én Heltai Péter vagyok, és immáron másodjára köszönhetem a stúdióban Kozma Vízkeleti Dániel családpszichoterapeutát, az MCC Pszichológiai Iskolájának vezetőjét, és a családműhelynek is a vezetőjét, mentorát, koordinátorát. Köszönjük, hogy még egyszer eljöttél. Szervusz Péter, köszöntöm a kedves nézőket. És most egy kicsit talán keményebb témával folytatjuk, vagy arról, hogy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami talán szintén közérdeklődésre tart számot, de talán egy kicsit mélyebb és hasonlóan nagy tétekkel jár, mint akár a legutóbbi témánk, ami a párkapcsolatok kapcsán megjelent. Ez pedig a narcisztikus viselkedés, narcisztikus emberek, narcisztikus trendek, és sok mindenbe bele fogunk menni. Talán kezdjük onnan, hogy az ember sokat olvas, erről beszélgettünk itt most előzetesen, arról, hogy ki narcisztikus, ki nem narcisztikus, a kultúránkban most már mindenki narcisztikus, vagy valójában senki se az. Hányan vannak akkor, vagy kik ezek a narcisztikus zavarral küzdők, ha lehet így kezdeni? Én is onnan indulnék, hogy tényleg van egy ilyen benyomásom, hogy manapság mindenki az. Szóval, hogy se szeri, se száma a újságok címlapján megjelenő cikkeknek, vagy az online felületen. A párom narcisztikus, a főnököm narcisztikus, narcisztikus szülőkkel mit lehet kezdeni, hogyan váljunk le egy narcisztikus kapcsolatról, mi van, ha én vagyok narcisztikus, az tényleg így bombáz bennünket ez a kérdés. Márpedig pszichoterapeutaként inkább abban volnék érdekelt, ezt észlelem magamon, hogy tartsuk fönt a pszichopatológiai kifejezéseket azokra a valós mentális problémákra, amiket ez leír. A narcisztikus személyiség zavar, az a szigorúan véve a emberiség kevesebb, mint 1%-át érinti, márpedig manapság szerintem 100 emberből 110-re rá lehet húzni. Az viszont biztos, hogy amit ez a metafora akar, hogy narcizmus, hogyha ezt nem mint tényleg ilyen patológikus címkét vagy diagnosztikai kategóriát kezeljük, hanem elvonatkoztatunk ettől, és egy metaforaként nézzük, ami leír egy bizonyos hozzáállást, ugye olyas valaki, a narcisztikus személy, aki leginkább saját magát szereti, saját magával nagyon jóban van. Ugye, amikor én egyetemre jártam, minden előadást azzal kellett kezdeni, hogy már az ókori görögök is, hát már az ókori görögök is tudták, mert ugye egy antik görög mitológiai szereplő Narcissosz, aki beleszeret a saját tükörképébe, olyannyira, hogy semmi más nem vesz észre, csak saját magát szemléli. Szóval, hogy valószínűleg már a ókori görögök is találkoztak ezzel a jelenséggel, hogy vannak, akik annyira el vannak foglalva saját magukkal, hogy a gondolat és érzelem világukban nem jut tér senki másnak. Minden őróluk szól, minden hozzájuk vezethető vissza, minden, tehát, hogy ezt így úgy tudnám megmondani, hogy jaj, de jó, most megint én beszélhetek, én elmondhatom, ami engem érdekel, és én most itt jól érzem magam, és figyelj, az ingem is jól áll, mert az a fontos, hogy én hogy nézek. Szóval, hogy ez egy ilyen felfokozott önmagunkra figyelés, ami, hát ez egy izgalmas és összetett jelenség, ezért örülök neki, hogy most körül tudjuk járni. Talán induljunk még kicsit el továbbra is a kályhától, mert egy kicsit utána olvastam a szakirodalomban, meg itt a definíciókat kutatgattam, azért terápiában is több éves feltárás tud ez igényelni, hogy valakiről rendesen úgymond diagnosztikailag ki lehessen mondani, hogy ilyen személyiségzavarban szenved, valóban diagnosztizáltan, de mégis, ahogy te is mondtad, úgy mindenkire rámondjuk, meg ez úgy benne van a közbeszédben. Ez miért van, vagy mi keveredett itt össze, vagy mi az, ami előhozta a társadalomban ezeket a reflexeket, hogy hirtelen mindenkit általában másra igyekszik rámondani, hogy narcisztikus. Ráadásul egy kéz a kézben jár a jelenség, mert nem csak mindenki narcisztikus, manapság tényleg nagyon trendi, mindenki vagy narcisztikus, vagy szociopata, vagy borderline, ami még ijesztőbbnek hangzik, legalábbis főleg, hogyha utána olvasunk a diagnosztikai kategóriákban. És nem csak József Attila kapcsán így előjön a pontosan. Szóval mindenki deficites. Na hát ennek is vannak hagyományai, ugye ez az a nagyon emberi jelenség, hogy
ha mindig másokat akarok megérteni, és mindig másokra irányul a figyelmem, és mindig másokat megítélek, akkor én magam mentes maradok ettől. Nem kell a saját portám előtt söpörnöm, nem kell magamra figyelnem. Én természetesen oké vagyok, de a párom narcisztikus, a főnököm simán csak egy nem tudom, ilyen meg olyan, meg borderline, meg szociopata, meg stb. A szomszédasszonról nem is beszélve, mert ő mindez együtt. Szóval, hogy egyfelől van mögötte egy olyan, hogy ne kelljen magammal foglalkoznom, magammal törődnöm, a magam nehézségeivel szembenéznem, ha mindig másban meg tudom találni. Ugye ez is nagyon-nagyon régi múltra visszavezethető bölcsesség, hogy más szemében a szálkát, olyan jó keresni, te hogy vagy narcisztikus, és ő, és mindenki, stb. És akkor a saját magaméban a gerendáról pedig nem kell tudomást vegyek. Tehát ez az egyik jelenség, hogy most nagyon-nagyon elterjedt, hogy mindig másikat akarjuk megérteni. Ha a párkapcsolatunkban a párom narcisztikus, egyértelmű, hogy minden gond ő miatta van, én természetesen nagyon korrektül állok hozzá a kapcsolathoz, nekem nincs dolgom, vele van baj. Ez az egyik jelenség. A másik, ami talán ezt a narcizmus tényleg fölértékeli, hogy Christopher Lashmer 1973-ban leírta, hogy az önimádat társadalmában élünk. Tehát valóban egy olyan életmódot alakítottunk ki magunknak az elmúlt néhány évtizedben, és akik most aktívan narcisztikusoznak mindenütt, ők már ebbe belenőttek. Szóval egy olyan kultúrát alakítottunk ki, ami arra bíztat bennünket, hogy figyelj magadra, valósítsd meg önmagad, törődj magaddal, azonnal fejezd ki az érdekeidet, valósítsd is meg, azonnal szólj, ha valami nem tetszik. Ezek tulajdonképpen narcisztikus, metaforába tartozó hozzáállások. És mindezt tedd úgy alapvetően mindenkin át. És tehát mindenki, ezt fejezd ki magad, van, az, hogy amúgy ott omlik körülötted minden, az, pontosan. Az nem baj, mert... Hát az majd az ő bajuk, így van, az az ő problémájuk. Szóval, hogy senki nem tudja kifejezni, ami neked fontos, azt te fejezd ki, és mindig, és jeleníts meg, stb. Stb. Szóval a kultúránk tulajdonképpen áll szent, mert egyfelől arra bíztat, hogy legyünk idézőjelben narcisztikusok. Azok a szülők, akik manapság a gyermeküket korlátozás és minden elvárás nélkül dicsérik, bíztatják, juttatják előre, tulajdonképpen instant pici narcisztikusokat nevelnek. És ezt a kulturális tanácsok kapcsán teszik. Mi pszichológusok beszéltük tele a kedves szülők fejét, hogy neveljenek pici narcisztikusokat, mert mi is ezekkel találkozunk, mi magunk is így működünk, szóval, hogy ez egy öngerjesztő folyamat. Tehát a kultúránk egyfelől arra biztat mindannyiunkat, hogy legyünk narcisztikusok, és utána, amikor idézőjelbe ért, megtesszük, mert kiállunk magunkért, mert megfogalmazzuk, mert hangoztatjuk, ha valami nem tetszik, mert azonnal szólunk, stb. Stb. Akkor rögtön ránk lehet sütni a bélyegét, hogy na, te is egy narcisztikus vagy. Ez egészen odáig vezet, hogy egy általam szeretve, tisztelt és nagyra becsült kollégától hallottam azt az elképzelést, hogy hát vegyünk egy párkapcsolatot, ahol a férfi figyel a nőre. Gyakran a férfiak nem figyelnek a nőre. Ha egy férfi nem figyel a nőre, tuti narcisztikus. Ugye? Mert csak saját magára figyel. Na de kapaszkodj meg, ha egy férfi figyel egy nőre, akkor is narcisztikus, mert csak azért figyel, csak hogy elismerést kapjon, hasznot, puszit kapjon, töltött káposztát, stb. Tehát tulajdonképpen akár figyelünk a társunkra, akár nem, ránk lehet sütni a narcisztikus bélyeget, mert pedig azt gondolom, hogy ez a fajta túláltalánosítás már inkább olyan, mint az aggodalom, meg a hintaló, nem nagyon jutunk vele sehová. Szóval hadd kérdezzem meg egyébként, mielőtt belemegyünk itt a konkrét perspektíváiba a kultúránknak, hogy ez hogyan erősíti ezeket a trendeket. Említetted az elején az 1%-ot, hogy úgy nagyjából a világ még annál is kevesebb, még annál is kevesebb az, aki úgy diagnosztizálható a narcisztikus személyiségzavar. De ezek a kulturális faktorok erősítik egyébként, tehát a pszichológiában egyre több és több ember jelentkezik be terápiára, ilyen viselkedés zavarra a kapcsolatban, vagy egyre több és több embernek a híre jut el hozzátok. Most szigorúan direkt szakmailag kérdezem, hogy ez egy trend, és alapvetően jönnek az ilyen zavarokkal küzdő emberek az újabb generációkban egyre nagyobb számban.
Azt kell mondjam, hogy igen, többen jelentkeznek be, részben a médiában elterjedt címkézés alapján diagnosztizálva önmagukat, vagy leginkább a számukra fontos személyeket, azonban a valós diagnosztikus értékű személyiségzavarral küzdők nem nagyon szaporodnak. Az mintha egy ilyen részben ez arra is vezethető vissza, hogy a pszichopatológiák nem csak kulturális hatások függvényei, van egy nagyon erős biológiai megalapozottságuk, egy nagyon erős lélektani megalapozottságuk, és a biopszichospirituális szociális emberkép jegyében lehet egy transzpersonális vonatkozásuk is. Nem feledkezhetünk meg persze a társas hatásokról. Inkább azt mondanám, szóval, hogy a diagnosztizálható személyiségzavarok nem szaporodnak, nem gyarapodtak meg, azonban azok, akik, hogyha tényleg metaforaként kezeljük ezeket a patológikus címkéket, hogy borderline, hogy narcisztikus, stb., akkor azok, akikben felfedezhetők ilyen vonások, azok többen lettek már csak azért, mert keressük bennük ezeket a vonásokat. Ugye, amíg nincsen kalapácsom, semmit nem látok szögnek. Hogyha elterjed, hogy az, aki egy picit jobban figyel magára, mint az nekem megszokott, arra mondhatom, hogy narcisztikus, akkor fogok találni sok ilyen szemét, és már a legelső apró jelre rá lehet sütni. Nem csak laikusoknál, kollégáknál is tapasztalom, a másik ilyen nagyon manapság hírhet diagnosztikai kategória a borderline elterjedtségét, az egy valóban súlyos állapot, és nagyon szigorú diagnosztikai kritériumai vannak, amiben többek között beletartozik az impulzivitás és a nagyon széles érzelmi skálán való szélsőséges működés, tehát egy borderline vagy gyűlöl, vagy imád, a kettő között nincs, tehát ez a fekete-fehér működés. Ilyen hozzáállással gyakran találkozunk, viszont rögtön rámondani valakire, hogy hát a borderline. Akkor te borderline vagy. Azt hiszem, hogy ez nem a másik ember megértésében, vagy a hozzávaló közelkerülésben segít. Szóval, hogy a patologizálással azért érdemes szerintem csinálni. Erodáljuk a valós fogalmakat, gondolom, akkor meg tényleg baj, mert ugye mindig farkast kiáltunk, akkor a valós az meg... Az igazi farkas már nem fog feltűnni, aki tényleg segítségre szorul, mert tényleg akár a élete is veszélyben lehet a érzelmi sodorhatósága folytán. Másfelől azt hiszem, hogy megfelelő környezetben bárkit lehet arra rávenni, hogy ilyen vagy-vagy kategóriákba gondolkodjon, vagy erős érzelmeket mutasson ki, ami szintén egy borderline jegy, hogy valaki önmagából kikelve mondjuk ordít, de azért nem lehet azt mondani, hogy mindenki, aki önmagából kikelve ordít, mert például nem tudom én, hogyha a gyerekem egy autó elé szaladna, akkor én is valószínűleg önmagamból kikelve ordítanék, és nem gondolom, hogy ez egy borderline hozzáállás lenne a részemről. Szóval, hogy azt gondolom, hogy ezeket tényleg így a közbeszédben érdemes emlékeztetni magunkat újra meg újra, hogy ezek nem diagnosztikai kategóriák, hanem metaforák, amiket használunk. És vajon segít-e a másik ember megértésében, hogy ő kap egy címkét? Jobban értem-e a páromat? Tényleg jobban értem-e, hogyha elolvasva három magazin cikket diagnosztizálom őt patológiásként, mondjuk akár narcisztikusként? Az a tapasztalatom, hogy nem. Onnantól, hogy valaki kap egy címkét, bármilyen is legyen az, onnantól úgy tekintünk rá, mintha az lenne az ő egyetlen érvényes tulajdonsága. Ő a narcisztikus. Ő a narcisztikus, és kész. Akkor semmi. Pedig lehet, hogy nem tudom, szereti a fűszervajat, nagyon szeret olvasni, meg kirándulni, meg kedves is tud lenni, meg stb. Ez mind eltűnik, pedig lehet, hogy ehhez a tulajdonságaihoz tudnánk kapcsolódni, mert csak egy valamit veszünk rajta észre. Ez megint azt hiszem, hogy egy kulturális jelenség, ből fakad. Az előbb ugye kerestük, hogy mik vezettek ide, hogy most ez ennyire elterjedt. Azt hiszem, hogy ez az egydimenziós magyarázatok korát éljük, hogy lemondtunk nagyon sokszor
a sokszínűségről, a komplex magyarázatokról, mert azt keres, mindennek egy oka van, és azt megtaláltuk, akkor azzal mindent megmagyaráztunk. Így, ha kiderül a pasimról, vagy a csajomról, hogy narcisztikus, már olyan, mintha mindent tudnék, mindent értek, és jól le kell róla válnom, ott kell őt hagynom, mert különben megnyomorodok. Azt gondolom, hogy az emberi kapcsolatok ennél komplexebbek és sokszínűbbek, és nem érdemes lemondani, nem érdemes feláldozni a másik megismerésének a lehetőségét azért, hogy jaj, de frappás címkét találtam rá, ráraktam, és szevasz. Ezt egyébként a média is tudja erősíteni. Egy olyan másfél évtizeddel ezelőtt terjedt el, hogy például a közszereplőket elkezdték a médiában diagnosztizálni mindenféle irányból, mindenki kapott egy címkét, és azt hiszem, hogy ez sem visz közelebb a közszereplő valós motivációinak a megértéséhez, hogyha van rajta egy ilyen klasszul kinéző címke. De, hogy beszélgetünk erről, nekem egyre inkább ez pörgött a fejemben, hogy egy dolog hiányzik ebből a jelenségből, az a felelősség. Tehát mindaz leveszi magáról a felelősséget, aki mondjuk a barátját, férjét, feleségét, apját, anyját lenarcisztikusozza. És van egyébként nem csak a narcisztikus zavarnál, de más ilyen pszichológiai kategóriánál, és az adott emberről akkor onnantól kezdve levesszük a felelősséget, hogy hát ő nem tud változni, meg hát ő ilyen, hát ő nárt, meg borderline-os, hát nem. Ugye ez sokszor most ez nyilván egy sokkal mélyebb vita, meg nem is értek hozzá annyira szükségszerűen, de a bűnelkövetésnél is van csomószor egy ilyen tendencia, hogy ugye ezt sokszor használják is, hogy hát azonnal van pszichológiai véleményt kérnek, hogy nem volt így beszámítható, meg nehéz gyerekkora nehéz gyerekkora volt. Darabolta föl az összes szomszédját. Ebből a felelősség, mintha eltűnne. Elvészne. Így van, tehát egyféle felmentést is adhat. Másfelől a címkéző felelősségéről is lemondunk. Tehát, hogyha én rámondom bárkire is, hogy ő ilyen, meg olyan, akkor egyrészt ő is fel van mentve, mert ja, kérem, hát tényleg ilyen. Másrészt én is fel vagyok mentve, nem kell őt megismernem, nem kell őt megértenem, nem kell érdeklődnöm, nem kell törődnöm vele, mert pontosan tudom, hogy milyen. És nagyon örülök, hogy behoztad ezt a változatlanság dimenziót, mert tényleg a másik veszélye a címkézésnek, hogyha valakire rákerül egy címke, akkor ez, mint hogyha azt jelenteni, hogy ő ilyen, mindig ilyen volt, és mindig ilyen is marad. Mintha lemondanánk arról, hogy az emberek változnak, a kapcsolatok változnak. Én pedig nem tudnék pszichoterapeutaként dolgozni, ha nem hinnék abban, hogy hát az emberek változni, fejlődni, előrelépni tudnak. A személyiségük is képes változni. Nyilván komoly meló, de ne mondjunk le arról a lehetőségről, hogyha valaki mondjuk kamaszkorában vagy 20-as éveiben mutat néhány jellemvonást, akkor a 30-as, 40-es éveire ne tudná ezt meghaladni, ne tudna kemény önismereti munkával fejlődni, előrelépni, elengedni bizonyos dolgokat, és elsajátítani olyan akár társas készségeket, amit most hiányolunk belőle. Szóval, hogy ez a másik hátulütője annak, hogyha valakit egy valamilyennek könyvelünk el, azon túl, hogy akkor, mintha neki egy tulajdonsága lenne, ezen túl, mintha ő képtelen lenne a változásra. Párterapeutaként és családterapeutaként azt tapasztalom, hogy valóban gyakran nagyon nehéz hinni abban, hogy a családunk tagjai változni tudnak. Aztán néha néhány hónap közös munka után rá tudunk csodálkozni, hogy jé, hát ilyennek soha nem láttalak. Egy új arcodat mutatod meg a kapcsolatban. Valahogy negatív irányba meg, mintha mindig tudnának változni. Ajaj, lehet ez még rosszabb. Persze, így van. Sokat kerülgettük már a forrókását, ami a kultúránkat meg a jelenünket illeti, és szeretném is a két konkrét jelenségről is beszélnünk. Uh-huh. Az egyik, ugye említetted narcissust, akinek a történetéből az egész kifejezés ered. Hát, amikor én ezt először olvastam, kicsit olyan volt nekem, mint az első szelfizőnek, vagy vloggernek így az előképe, hogy alapvetően önmagáról szól, magát nézegeti a víz tükrében, és gyakorlatilag ez az ő története, vagy a sorsa. Hát az digitális korban, a 21. századi kommunikációban, ez egy olyan természetes jelenség, és senki sem marketing tanácsadó nincs a föld hátán, aki ne azt javasolná, hogy a personal brandinget, ugye a személyes brandedet építsd, és ha kell, építs ki egy párhuzamos brandet, egy párhuzamos valóságot magadról. Hát talán ez egy olyan jelenség, a sima tini lányok Instagram csatornáitól a politikusokig, ami nagyon is rájátszik erre az egészre, amiről most beszélgetünk.
Nagyon egyet tudok érteni veled, hiszen félig ironikusan erre azt is szoktuk mondani, hogy az egész közösségi média az instant narcizmus. Szóval ott tényleg az az alapelvárás, hogy mutasd meg magadat szépnek, sikeresnek, boldognak, valóban mutasd meg magadról egy olyan képet, ami természetesen a részed, az is te vagy, de nem fog szólni a te teljességedről, meg egészlegességedről, nem fog szólni a kételjeidről, a nehézségeidről, arról a munkáról és útról, ami esetleg egy jól sikerült fotó mögött van, hanem csak azt told ki, ahol sikeres vagy, boldog vagy, stb. Erről Szondi Máté úgy beszél, hogy ennek a folyamánya a kultúránkban egyféle ilyen boldogságcsapda, sőt, olykor egyenesen provokatív módon a szakemberek boldogság fasizmusról beszélnek, hogy elég markáns legyen a kifejezés, hogy pofán csapjon bennünket, hogy ugye mindannyian valóban egy ilyen instant narcisztikus arcunkat mutatván, hát igazából elszontyolódásra késztetjük azokat, akik ezzel nem tudnak lépést tartani, akik kimaradnak ebből. Szóval, hogy valóban nagyon, tehát hogy a kultúra most egy olyan dolog ellen harcol a narcizmus címkéjével, amit részben saját maga teremtett. Tehát mi magunk is hozzájárulunk ennek a létrehozásához, az, hogy manapság mindenki véleményvezér, mindenki kír, mindenki mindent jobban is tud, mindenki nagyon tájékozott, stb. Én, a leggyakoribb szavak egyike a megnyilatkozásokban már valóban az én, ami hát tényleg egy ilyen narcisztikus vonás, de hogy minthogyha a kultúra arra venne rá bennünket, hogy csak így szállhatunk be a versenybe, csak így érvényesülünk, és ráadásul állandóan 100%-on kell pörögnünk, állandóan meg kell mutatnunk magunkat, állandóan csak a tökéletes a megfelelő, ami szintén megint egy ilyen narcisztikus vonás, hogy én tökéletes vagyok, és ezt mi akarom, hogy mindenki láss. És jöjjenek rá a lájkok, meg a pozitív visszacsatolások lehetőleg. Igen. A másik ilyen, ami szerintem legalább ennyire fontos, a munkavilága, ugye, ahol nagyon sokszor, ez most a reklámoktól elvonatkoztat, hogy az általános munkakultúra is arra van sokszor kihegyezve, talán főleg a férfiak, de a nők esetében is, akik ugye sokszor itt üvegplafon elmélet, stb. Kapcsán azt érzik, hogy bizonyítaniuk kell, még sokkal jobban markánsabbnak, határozottabbnak kell lenniük, mint a férfi kollégáknak, mert különben nem veszik őket egyenlő számba, ami sokszor sajnos igaz is. Sokszor pedig nem. Uh-huh. De ebben a világban is talán jelen van egy ilyen túlteljesítési kényszer vagy harc, hogy és ez talán a férfiakra fókuszálva szül konfliktust, hogy alapvetően maszkulin jegyekre is talán könnyen rámondjuk, hogy narcisztikus, ami holott csak szimplán mondjuk egy erős vezető. Uh-huh. És sokszor pedig vannak tényleg erős maszkulin vezetők, akik túltolják, és valóban narcisztikusak, mert teljesen el vannak telve maguktól. Szóval én itt érzek egy kis kavarodást ebben talán, hogy az erős munkahelyi főnök, vezetőnek a képe is mintha összemosódna. Mert csak az a jó, hogyha úgy haverok vagyunk, meg úgy egy csapat vagyunk, meg egyenlőek vagyunk, nincs hierarchia, csak úgy rollerezünk az irodába, meg hogy mindenki mosolyog, meg szeret mindenkit. De hogy azért a teljesítményhez, meg a sikerhez pedig hozzátartozik a vezetés, a határozottság, sokszor az, hogy valami nem tetszik. Szóval, hogy ezt tegyük esetleg egy kicsit rendbe, vagy nem tudom, mit gondolsz, akár hogyha más gondolsz erről, de ez szerintem nagyon fontos, mert nagyon sokat találkozunk vele. Hadd mondjak egy még erősebb dolgot. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy valaki vezető pozíciót egyáltalán el akarjon érni, felső, felelős vezetői pozíciót el akarjon érni, ahhoz néhány narcisztikus vonásra szüksége van. Ahhoz, hogy hallatni akarja a véleményét, hogy tegyen erőfeszítést azért, hogy meggyőzzön másokat, hogy kivívja az elismerést, hogy tegyen erőfeszítést abba, hogy az ő általa képviselt dolgok, azok sokakat megszólítsanak. Azt hiszem, hogy ezek a tulajdonságok, amikre mondhatjuk, hogy ezek is beletartoznak a narcizmus fogalom körébe, de csak pici szeletei, de beletartoznak, ez tulajdonképpen kell ahhoz, hogy valaki betöltsön felelős vezetői pozíciót. A pszichológiában egyébként megkülönböztetünk vastagbőrű meg vékonybőrű narcisztikust. A vékonybőrű az, aki csak elvárja a csodálatot, de nem tesz érte, és mimózaként összeomlik, ha kap egy kritikát.
vastagbőrű narcisztikus, és valószínűleg a felelős felső vezetők között valóban találunk ilyen vonásokkal bíró személyeket, a vastagbőrű narcisztikus megdolgozik a megbecsülésért. Nagyon sok erőfeszítést tesz, napi sok-sok órát dolgozik a sikerért, ami hát egyfelől valóban az elismerés záloga a vezetői pozícióhoz szükséges dolog, másfelől meg nagyon könnyű rá csapni valamiféle címkét, hogy hát akkor ő is egy narcisz, de valóban tényleg azt gondolom, hogy egy nagy cégvezetéshez, egy nagy szervezet vezetéséhez, vagy egy nagy közösség vezetéséhez szükség van néhány narcisztikus vonásra. De attól még, hogy visszautaljak a beszélgetésünk egy korábbi szakaszára, nem lesz valaki diagnosztizálható narcisztikus, mert van néhány narcisztikus vonása. Ez egyébként nőket és férfiakat egyként érint, noha a mi kultúránkban a férfiakat inkább megtanítják versengeni, és nagyon érdekes, hogy amikor egy női vezető bekerül egy szervezetbe tőle, ugyanazt a férfias versengést várják el, és erre mondja nagyon sok vezetői pozíciót aspiráló vagy oda bekerülő nő, hogy ez nem az ő útja, ez én idegen, ebben nem tud és nem is akar beszállni, mert ő más eszközökkel, más célokkal, más hozzáállással szeretne felelősséget vállalni és döntéseket vállalni. Szóval, hogy ez a klasszikus versengő macsó kultúra narcisztikus vonásai, azt mondom, hogy részben tényleg szükségesek a vezetői pozíciók betöltéséhez, de pont manapság kezdik el azt is kutatni, hogy emellé egy sikeres vezetőnek érzelmi intelligenciára is van szüksége, ami pedig nagyon-nagyon nem narcisztikus jegy, mert a narcisztikus annyira magára figyel, hogy a figyelmébe bele se fér senki más, márpedig egy sikeres vezetőnek igazán szüksége van arra, hogy a közvetlen beosztottjait meg a munkatársaira figyeljen, figyelembe vegye a képességeiket és a szükségleteiket, egyféle ilyen támogató vezetőként is tudjon föllépni, amellett, hogy nyilván harcoljon meg a sikerért, és tegyen komoly erőfeszítéseket a saját és az általa képviselt cég, szervezet, nemzet érdekeiért. Ez még mindig egy hatalmas téma, de az időnk sajnos lejárt. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk megint, és reméljük, hogy hamarosan újra beszélgethetünk. Én is köszönöm. És nagyon köszönjük a hallgatóinknak, nézőinknek is, hogy itt voltak velünk. Néha Eltai Péter voltam az MCC podcastjában, Kozma Vízkeleti Dániellel beszélgettünk. Hogyha bármi kérdésük lenne Dánielhez vagy hozzám, azt a kommunikációkukac.mcc.hu-ra várjuk, illetve az egyéb közösségi média felületeinken is elérhetőek vagyunk, ott is kövessenek minket, és kövessék az MCC podcastot is, mert megéri. Köszönjük a figyelmüket! Önök az MCC podcastet hallották. Kövessenek minket a Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud és Twitter csatornáinkon, illetve az mcc.hu oldalunkon.